Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm rádiónk vendégét, Szemereiné Pataki Klaudiát, Kecskemét város polgármesterét. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Hosszú hétvége előtt állunk, érkezik a húsvét, hát számos hagyomány kötődik a húsvéthoz, azt gondolom, és ezekről beszélünk egy picit. Elsősorban a vallási hagyomány az, ami a keresztények legnagyobb és legmagasztosabb ünnepe, a vallásos keresztény embereknek a feltámadás ünnepe. Úgyhogy ilyenkor én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokan elsősorban azért a saját közösségeikben ezt megünneplik, és ennek megfelelően élik meg a mindennapjaikat, ugye a bőjt végeztével. Ugye nagy péntek most már így ünnepnappá is minősült, az elmúlt éveknek az egyik eredménye, vívmánya, hogy a nagy péntek az munkaszüneti nappá minősítette a kormány, és ennek megfelelően megvannak a lehetőségeink, hogy tényleg a nyugalomban fölkészüljünk a vallási ünnepünk és a keresztény ünnepünk legnagyobb ünnepére. A nagy péntek eljön, és a bőjti időszak tart még egyébként. Ezt a bőjti időszakot polgármester asszony is tartja egyébként? Én olyan szigorúan nem, mint ahogy ezt többen, de azért magával hozza ez az időszak mindenféleképpen a tisztulás, a tavaszi tisztulás, a tél utáni tisztulásnak az időszakát is az én életemben is, illetve azért a családom is ezzel most már kezd foglalkozni, a férjem is ezzel foglalkozik úgy lélekben és a mindennapjainkban is. Nem tudjuk teljesen tartani a húsmentességet, ezt már többször megpróbáltuk, de azért azokat az emblematikus napokat és azért a legnagyobb részét a bőjt időszakának azért húsmentesen éljük meg. A nagy pénteket és a pénteki napokat azt mindenféleképpen. Én szerintem ez a legáltalánosabb hagyomány, hogy a péntek az húsmentes nap ebben az időszakban. Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere a vendégünk ebben az órában. A húsvétról beszélgetünk. Hogyan élte meg ön pár évvel ezelőtt, vagy hogyan emlékszik akár a lánykori húsvéti időszakra? Igen, ilyen érdekesen készültünk meg, mert ugye csak a locsolkodás az, ami a legismertebb szokás a húsvéti időszaknak, és főleg így fiatal lányként ez a locsolkodás, ez számunkra egy ilyen kicsit ilyen misztikum volt már abban az időszakban is, hiszen az a régi hagyomány, amit láttunk a tévékben, meg a nagymamáinktól, meg a szüleinktől hallottunk, hogy igazi szódásüveggel, vagy rendes kannával, vagy rendes vödörrel locsolták a lányokat. Na most ugye ez felváltotta magát az én időszakomban már, amikor én fiatal lány voltam, a különböző kölniknek a használata, és arra is emlékszem még, hogy egy időben az is divatos volt, hogy minőségnél minőségibb kölniket is parfümökkel érkeztek a fiúk locsolkodni, és én hozzám jöttek locsolkodni egyébként. Én bennünket úgy tanítottak, meg úgy is neveltek, hogy készüljünk föl rám, mindig hétfő reggel már korán fölkeltünk édesanyámmal, és készítettük a finom szendvicset. Azt mindig nagyon vártam, mert nekem a szendvics a kedvencem, úgyhogy mindig megvártam, hogy jó sok maradjon belőle, és utána azt meg tudjam én is lakmározni. Elkészítettük a szendvicseket, a süteményeket, és már korán reggel ugye az édesapám és a családnak a férfi tagjai, ők már korán reggel gyorsan bejelentkeztek egy felfrissülésre, de ők nem kölnivel és nem parfümmel locsolkodtak, hanem igazi szódával. És itt vagyunk a jelenben, 2024, a locsolkodás szokása él még, de önöknél például hogyan zajlik a húsvét hétfő, akár vagy a készülődés, hiszen ott vannak a gyermekek is. Igen, most már gyermekekkel, és a kisgyermekeknek meseszerű élményekkel tellik. Ilyenkor azért a hasonló korosztályú családtagokat és ismerősöket, barátokat a hasonló korosztályból össze szoktuk szervezni, és akkor egy kis játékot is szervezünk. Épp a napokban hallottam, most mi idáig a kertben készültünk föl, hogy a nyuszi hol hagyta el a bizonyos ajándékait, és egy ilyen Találjuk meg közösen című játékot szerveztünk mindig
addig is, hogy a fűben, a bokor alján, a fán, a különböző növények rejtett zugaiban, hol találják meg az ajándékokat, és kitalál minél több tojáskát a kertben. Na most ezt annyival fogjuk most a héten szervezni, a hétvégén egy kicsit kiegészíteni, hogy egy kedves ismerősöm mesélte, hogy náluk az volt a hagyomány, hogy a friss fűből ilyen kis fészkeket készítettek a gyermekekkel, és akkor utána elvonultak, és később jöttek ki megnézni, hogy na, akkor megtalálta a fészkét a nyuszi. Ezt most egy jó ötletnek tartom, mert ugye most már azért a tavasz beköszöntött, úgyhogy a növények előre kaptak, és tényleg egy kis friss fűvet már lehet találni a kertbe, hogy egy ilyen kis fészekrakó programmal egészítsük ki a hétvégét, úgyhogy így készülünk a kis kedves fiatal családtagjainkkal, és utána természetesen a fiúk komoly locsoló verssel. A kislányomnak meg nem mossuk meg a haját előtte, csak utána, mert ugye azért ilyenkor jelentősen beillatozza a különböző locsolóvíz a édes kis hajzuhatagát. Így van, hiszen legtöbb családnál vasárnap este a hajmosással telik, azt gondolom, és ilyenkor akkor kitolódik mondjuk húsvét este. Szemerényi Pataki Klaudiával, Kecskemétváros polgármesterével beszélgetünk, és egy számos húsvéti programmal készül a város különböző intézménye, vagy ha nézzük a különböző oldalakat, találunk húsvéti programokat. Igen, találunk húsvéti programokat, és nem csak az Agóra, hanem a közösségi házaink is nagyon sok mindennel készülnek a hétvégére, a hosszú ünnepekre. Viszont a napokban az egyik legkedvesebb kecskeméti hölgynél jártam, aki óriási szívvel és szeretettel festi most már évtizedek óta szebbnél szebb tojásokat. És ő is például említett, Petőfi városban él, nem is biztos tudjuk, hogy milyen kincsei van annak városunknak és Petőfi városnak, hogy egy igazi világhírű, mert ő már világhírűvé vált, Zsigóné Katika tojásfestő, aki egyszerűen fantasztikus tojáskölteményeket készít, és a saját otthonában kiállítás is látható, és hát ő meghirdette, hogy a világ minden férfiát szeretettel várja húsvét hétfőn egy locsolkodásra, úgyhogy ez is egy nagyon kedves hagyományteremtés, de éppen mutatott egy pár trükköt és technikát, hogy hogyan kell egyébként tojást festeni is, mert ugye ezt is sokan próbálgatják, de nem tudjuk a szakmai alapokat, de nála ezt meg lehet tanulni, és át lehet élni. És ha végigmegyünk a város különböző pontjain, hogy hol kezdődnek a programok, hát rögtön csütörtökön, mert ugye tavaszi szünet is kezdődik az iskolában, és ugye már csütörtökön nincsen iskola, az óvodákban ügyeletek többnyire, akkor így a Széchenyi Városi Közösségi Ház már csütörtökre egész napos programmal indul, 10 órától egész estéig, állatsimogatástól kezdve kreatív játékokon át tojásfestésig, úgyhogy meg lehet tanulni a pici kreativitással ezeket a tojásfestési trükköket is, és utána 30-án van egy nagyobb dömping, 30-án láttam a város közösségi házaiban, Hetényegyházán, a Mezei Városi Közösségi Házban, Hunyadi Városi Közösségi Házban, hogy délelőtt is, délután is, de inkább a délutáni órákban készülnek kreatív ügyességi játékokkal, és elsője délután a következő állomás, ahol azért már egy magasabb színvonalat is képvisel a Népi Iparművészeti Múzeum a maga hagyományával, értékmegőrzésével, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. Tehát azon túlmenően, hogy a családdal töltjük a hétvégét, a gyermekeinkkel, ellátogatunk a templomba, azon túl, hogy finomakat is eszünk, azért azt gondolom, hogy élménydúsá tehetjük a hétvégénket közösen, egy közös élmény keretében. A rádió nevében pedig áldott békés húsvét ünnepeket kívánunk. Áldott ünnepeket kívánok én is minden kedves hallgatónak és minden kedves kecskemétinek.